az a sok gyalázatos dolog, esemény, ami a Földön történt, akár történelemben, akár jelenkorunkban, rendszeresen az Istenre fogják, mintha Istennek ehhez közel lenne. De ez abból származik a rossz, különösen ugye rendszeresen kapjuk a kérdést, hogy a második világháború ideje alatt miért történt az, ami történt, például a zsidóságnak a népírtása, 6 millió zsidónak az elpusztítása de utána is, hogy miért van ennyi nyomorúság a Földön. Erre azt mondom, azért, mert gonosz uralkodik a Föld fölött, nem Jézus Krisztus. Nem, a, nem jó Isten ne van ennek a világnak, ennek a korszaknak, továbbra sem. És, hát ha, és pontosan a világban lévő gonoszságok bizonyítják azt, amit a a názeti Jézus Kisztus itt, vagy illetve hát ő tudta előre is ezt, csak a kísértéskor ez a kép ugye felszínre jött, amivel természetesen tisztában volt Jézus. És ugye az ellenség, az ördög azt mondta, hogy adatot így van a Károliba, de az eredeti kifejezés, hogy átjátszották. Ki játszotta át? A válaszunk az, hogy az első ember, pár, Ádám és Éva. És ettől fogva, mert eredetileg ugye az embernek adta Isten a látható világ fölötti hatalmat, hogy a világ fölött uralkodjon az ember. Szárazföldön, vizen, levegőn. Ez a három szinten való uralkodásról van szó a teremtéskor. Amikor bűnbe estek, ez a hatalom át lett játszva. Az ördög pontosan azért kísértette meg Jézust, illetve a Jézust is, de a Ádámot, Évát, Jézustól nem tudta átvenni, a, természetesen a karizmatikus hatalmat, de Ádámot, Évát azért kísértette meg, hogy az Istentől kapott hatalmát a Föld fölött kivegye a kezükből. És sajnos ez sikerült. Ezért az evangélium az ördögről, hogy beszél, minek nevezi? Evilág vagy e korszak fejedelmének. Na de mondok még valami mást, ha nem hiszel ebbe, és azt találod mondani, hogy rendben van, Sándor, ez volt Jézus föltámadásáig. De nézd meg a kettő korintus belérkezét levél negyedik fejezetét, negyedik verszakát, hogy Pálapostól, aki jóval utána írta, pünkösd után a korintusiakhoz írt levelet, és folyamatos igeidőt használ, miért mondja azt, hogy az e világ istene megvakította a hitetleneknek az elméjét, hogy az evangélium világosságának a dicsőségét ne lássák. Vagyis mit jelent ez a kifejezés többek között, vagy kijelentés, igazság, hogy pünkösd után is Pálapostól hogy beszél az, a sátáról, mint e korszak Istenéről. Tehát azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte, Jézus Krisztus legyőzte, de státuszában behagyta. És Pálapostól a, a, levele, levele száfolata mind azoknak a vélekedéseknek, amelyek azt vélik, hogy a názati Jézus Krisztus a föltámadásával kiiktatta ebből a világból, a sátánt, és a, a megszűnt a nemzetek fölött a sátának az uralma, akkor Pál Lapostól ezt nem mondta volna 2. Korintus 4 be higgyétek el, azért írt volna levelet, hogy erről tájékoztasson bennünket, hogy, hogy a, nem csak, hogy a legyőzetet, hanem fel is számoltatott a rendszere, de az, az, első eljövetel csak arról szól, persze fontos, hogy legyőzetet, vereséget szenvedett, le van fegyverezve, de nincs fölszámolva a rendszere. A rendszere továbbra is fönnáll a nemzetek fölött. És hiszem, hogy a kísértéskor a, a názati Jézus á, á, által kapott látomásban benne volt a 21. század is hogy a XXI. század nemzetei fölött is, továbbra is az Isten nem a Teremtő Isten, hanem az, akiről Pálapostól beszél, a 2. Korintus belélkezét levél 4. fejezetébe. Nem teltek róla, ha igazam van. De csak azért, mert Isten igényébe hiszek.